Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Nyakunkon a nyár, fűteni már nem kell, locsolni azonban egyre többet. Mindkét témával foglalkozunk ma, lássuk a teljes kínálatot. Lekapcs, május 15-én véget ért a fűtési szezon. Vármegyei közgyűlés, pénzügyi és fejlesztési kérdésekről döntöttek a képviselők. Vízellátás, felkészült a nyári fogyasztásra a szolgáltató. Igazi nyár előtti időjárást tapasztalhattunk az elmúlt napokban, nem olyan rég azonban még a legtöbb lakásban fűteni kellett. Hivatalosan május 15-én zárult a fűtési szezon. Ezt az időszakot és a közeljövő feladatait beszéljük át Olá Viktorral, a Nyíltán főosztályvezetőjével. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Május 15-e, én emlékszem még arra az időre, amikor április 15-e volt a zárás határideje. Volt ilyen is. Megjegyezném azért, hogy valóban szeptember 15-től május 15-ig tart a fűtési szezon, de ez nem jelenti azt, hogy a távhőszolgáltató automatikusan indítja a szolgáltatást. A szolgáltatás beindítását minden esetben a közös képviselet írásos megrendelése alapján végezik el a munkatársaink, és a leállítás is hasonlóképpen írásos megrendelő alapján történik. De tehát erre oda kell figyelni. Ebben a szezonban az a május 15-e szinte mindenkinél játszott. Május 15-e kihúzták a határidőt a végéig, főleg a lakossági fogyasztóink, mert hogy ugyebár ott az árak nem változtak, és élvezték a maradék meleget még ebbe a kis hűvös időszakba is. Elég különleges szezon zárunk most sok szempontból. A távhő pedig még egy kiváltságos helyzetbe került a többi energiaellátáshoz képest. Milyen szezon zárnak? Hát valóban a 2022-es évi fűtési szezonunk az maga az időjárás is kedvezett, sokkal enyhébb volt, mint addig a korábbi évek, és ez meglátszik a hőfelhasználáson is, valamint azért a hőfelhasználásba további szereplő is bejátszott, ez a gázárak drasztikus emelkedése, ami egyébként a távhőszolgáltatóst is érintette, viszont olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a lakosságnál a hatósági ár az megmaradt, így csak a közületi fogyasztóinknál kellett alkalmazni a piaci árat, ami tovább sarkalt a közületi fogyasztókat arra, hogy minél kevesebbet fűtsenek. Százalékos arányban hogy alakul a lakossági és a közületi vagy vállalkozói? Hát 16.200 lakást fűtünk, és ehhez képest egy 400 közületet. Tehát jelentősen kevesebb a közület, viszont teljesítménybe felveszi körülbelül a 20%-át. Nekik viszont emelkedett. Igen. A szolgáltatás ára milyen mértékben? Az első árak szerint, tehát az első kalkuláció, októberi kalkuláció szerint a korábbi ár 17-szeresét érték el a távhődíjak, majd ez januárban korrigálásra került, és akkor már csak a 7-8-szorosa, ami még így is jelentős drágulásnak mondható. Látszik már, hogy mennyi az, amit megtakarítottak fogyasztásban, hiszen azért ez olyan jelentős emelkedés, hogy azért sok helyről lehetett hallani, hogy bizony fáztak a dolgozók. Konkrétan még nem látszik, de az elszámolást követően már valószínű augusztusra az elszámolások elkészülnek, és akkor már egy összképet kapunk a Nyíregyháza város felhasználásáról, és akkor fogjuk tudni pontosan, hogy mennyit takarítottak meg. Egyébként a távhőszolgáltatás területén azért volt egy-kettő olyan hely, ahol 30-40%-os megtakarítás is mérhető volt. Természetesen ezeknek az előre beállított hőfokoknak, illetve annak köszönhetően, hogy csak fagyveszély esetén kapcsolták be a fűtést. És hát azért említette is, hogy elég kegyes volt a tél a fogyasztás szempontjából. Összességében mennyi az a megtakarítás, vagy a hőfogyasztás csökkenés, amit tapasztalta? Várhatóan lakossági szinten is egy olyan 15-20%-ot tapasztalhatunk csökkenésbe. Említette, hogy azért a gáz mégiscsak érinti a nyírtávhőt is, hiszen a beszerzés, az energia beszerzést befolyásolja az itteni hőerőmű, gázüzemű. Igen, tehát ehhez mindenképpen látni kell azt, hogy maga a nyírtávhő, mint szolgáltató cég az erőműtől vásárolja az energiát, tehát nem mi állítjuk elő az energiát,
Nekünk ez az energia pénzbe kerül, az erőmű földgáz alapú hőelőállításban érdekelt. Így a drágulás őket is érintette. Ezt a drágulást lakossági szinten nekünk az ármegállapító hatóság kompenzálja. És így maradhatott a lakosság hatósági áras. Az elszámolás az június közepén fog történni. Mire számítsanak a fogyasztók? Hát a lakossági fogyasztók, mint ahogy beszéltük, hogy enyhe volt a tél, megtakarításra számíthatnak. Habár azért megjegyezzük, hogy mivel a költségosztásba beléptetett lakosság itt Nyíregyháza területén jelentős része, tehát a 16.200-ból 15.600 lakás érintett a költségosztásban, ezért ott már korábban a részszámlázás, havi részszámlázás bevezetésre került, ami azt jelenti, hogy minden hónapban kiegyenlített részszámlát kapnak a fogyasztók, és év végén a tényleges fogyasztás alapján ez a részszámlázás korrigálásra kerül a következő fűtési szezonba. Tehát ez már hát több éve így megy. Az évvégét hát kell igen, érteni. Fűtési szezon végén korrigálásra kerül. És ez amiben már több persze éve, a melegvízellátás is benne lesz. Természetesen. És mivel ez már több éve így megy, ezért ha valamilyen csoda folytán a fogyasztói szokásokban nem történt nagy változás, úgy, és az időjárás ugyanaz, mint a korábbi években, akkor nagy változás nem lesz. De mivel most gyengébb volt a fűtési időszak, ezért várhatóan visszatérítést fognak kapni a lakosság. Említette, hogy a fogyasztók döntő hányada a költségelosztókkal igen. működik. Mennyire számít korszerűnek a nyíregyházi távhő szolgáltatás, akár a fogyasztói oldalon, akár pedig a szolgáltatói oldalon? Hát mindenképpen megjegyezendő, hogy a Nyíri Távhő Kft. Már a korát megelőzően 97-től elkezdte magát ezt a költségosztós rendszer kiépítést, és elértük azt a szintet, hogy az országban egyedülállóan a legnagyobb lefedettséggel rendelkezik a költségosztás szinten a távhőszolgáltató, és egy korábbi pályázatunknak köszönhetően a meglévő költségosztós rendszerünk, illetve az összes melegvízmérő, ami közel 17 000 darab, egy GSM alapú informatikai rendszerbe van integrálva, így mondhatni, hogy a lakók nyugalmát sem kell azzal zavarnunk, hogy elvégezzük a fűtési szezon végi leolvasást. Tehát így ebből a szempontból nagyon modernnek számít. A szolgáltatói oldalon pedig elmondható, hogy Nyíregyháza területén 100%-ban távfelügyeletbe kapcsoltak a hőközpontok, ami azt jelenti, hogy távolról központi diszpécser irodából tudjuk felügyelni, irányítani, lekapcsolni, indítani a fűtést is, hogyha arra van szükség. Milyen állapotban vannak a vezetékek? A vezetékek 2010 óta jelentős KEHOP, illetve állami forrását rendelkezésre, aminek kapcsán a vezetékek felújítására sor tudtunk keríteni. Ez 2016-ig nagyon jól működött, most egy kicsit megtorpant ez az egész dolog, de 2016-ig azért 6 év alatt el tudtuk érni azt a színvonalat, hogy az 1960-as évek környékén épült vezetékrendszer átlag életkora most egy olyan 33 évre tehető. Ebben tehát, hol állunk a többi megyeszékhely, vagy megyei? Hát ez egy olyan középkategória szinten vagyunk. Annyiból talán mondhatnám, hogy szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy a főgerinc vezetékek azért, ami a nagy volumenű szállítást végzi, azok rendben vannak. És azok biztonságos. És azok üzembiztosak. Mit terveznek a nyáron? Ilyenkor azért karbantartási munkák, vagy akár fejlesztési munkák is szoktak történni. Természetesen. Minden évben karbantartás, illetve beruházási munkálatok tervezése megtörténik. A karbantartás során magát a gerinchálózatot vizsgáljuk felül, közel 50 km hosszban terjedt szét Nyíregyháza belterületén, és a gerinchálózathoz 300 darab távfűtési akna alépítmény tartozik, aminek a felülvizsgálatát, illetve a benne található szakaszoló szerelvényeknek az ellenőrzését, esetenkénti javítását végzik el a kollégáink. Ezen felül hőközpontok karbantartását, ami ugyancsak 300 darab szám feletti, el kell végezni itt a villamos felülvizsgálatot, a szivattyúkat,
hőcserélőket, motoros telepeket, minden olyan technológiai berendezés felülvizsgálatát, ami ahhoz szükséges, hogy biztonságosan üzemeljen a következő fűtési szezonban is a rendszer. Nagyobb felújítási munkálatok lesznek-e az idén? Igen. Az idei évben saját forrásból, állami forrás most nem tudtunk bevonni, de saját forrásból tervezünk megvalósítani hőközpont szétválasztást. Ez a Szénatér 1, 2 és 3 szám alatti toronyházakat érinti. Ott jelenleg egy szolgáltató hőközpont üzemel, ami az épület megépítése óta van üzemben. Ezen kisebb fejlesztések, szivattyú cserén kívül azért más beavatkozás nem történt. Ennek a hőközpontnak a szétválasztása azért már felújítása megérett. A felújítás, és már mi úgy mondjuk, hogy szétválasztás is egyben azt fogja eredményezni, hogy minden épület külön hőközpontot fog kapni, önálló vízméréssel, önálló villamosellátással és a távfelügyeletbe kapcsolva külön indítható lesz a fűtési időszakra. Ezen felül azért ez a legnagyobb horderejű munkánk mondhatni, de már megvalósult a homoksor egy hét alatti hőközpont teljes felújítása, illetve folyamatban van a Ferenc körút 1-3 szám alatti hőközpontunknak is a teljes felújítása, valamint vezetékcserét tervezünk elvégezni majd az év második felében az Ószőlő utca nyugati oldalán, ott az Ószőlő utca Garibaldi sarkon, illetve az érkerti lakótelepet ellátó gerinc vezetéknek az ütemezett felújítása is sorra fog kerülni, amit várhatóan az iskola és a tehát az iskola nyári szüneti időszakára fogunk időzíteni. Osztályvezető úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Utolsó tavaszi ülését tartotta kedden délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés a Vármegyeháza dísztermében. A képviselők összesen 14 napirendi pontot tárgyaltak. Elfogadták többek között a tavalyi év költségvetésének zárszámadását, és döntöttek az idei évre vonatkozó büdzsé módosításáról is. A 2022. évi zárszámadás azt állapította meg, hogy a önkormányzat költségvetése szabályozott és tervezhető keretek között zajlott. Ez ezekben a háborús időkben különösen megnyugtató számunkra, hiszen ez még ugyan a 2022-es év, de már rányomta a bélyegét a Covid-járvány és minden egyéb olyan probléma, amit mindannyian jól ismerünk. A 23. évi költségvetés módosítása pedig a szokásos módosítások miatt került sor, azért, mert különböző projektekben tudunk szerepet vállalni, határmenti együttműködési programokban és hazai fejlesztési projektekben, ezért szükséges a 23. évi költségvetés módosítása is. A módosítást nem tartalmazza, de múlt heti nagyon örömteli hír, hogy 23 millió forintot kapott a Vármegyei Önkormányzat a rezsi kiegészítéseképpen, hiszen a mi számláink is jelentősen megnőttek a növekvő gázszámlák és a villamosenergia számlák miatt. Ehhez kaptunk kormányzati kompenzációt, ami a gazdálkodásunkat kiegyensúlyozottá és jobban követhetővé teszi. A közgyűlésen a Vármegye közúthálózatának állapotáról és a közeljövő fejlesztéseiről adott tájékoztatást Óvári László, a Magyar Közút Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. A témával kapcsolatban Veres János szocialista képviselő kifejtette, mi hamarabb forrást kell találni a Máté-Szalkát és Debrecent összekötő 471-es főútvonal leromlott szakaszának felújítására és a Vállai határátkelőhöz vezető út korszerűsítésére. Én azt gondolom, hogy itt van egy évtizedeken keresztül megyei konszenzussal kialakított elgondolássor. Szerintem fontos ezt folytatni, nevezetesen, hogy az autópálya az a megye középvonalában haladjon végig, és aztán ennek a folytatása pedig az, hogy a második autópálya megyét fogja érinteni, ami Szatmár-Németi felé az M49-es jelenti, az minél hamarabb épüljön meg annak érdekében, hogy a Szatmár-Németi felől jövő nagyon erőteljes kamionforgalom az levezetése kerülhessen az M3-as irányába. Ez az egyik sarokpontja a dolognak. A másik, hogy olyan elhanyagolt, gyenge minőségű útjaink vannak a megyében, amelynek a felújítására nagyon gyorsan sort kell keríteni. Én ebben a 471-es számú főút bizonyos szakaszait beleértem, ami Máté-Szalka és Debrecen között bonyolítja a forgalmat, illetve hát sajnos több mint 20 évvel ezelőtt jött létre az a összeköttetés Romániával,
a román határig felújított úttal, amely vállai határátkelőjét jelenti, és ez az út elhasználódott a 20 év alatt. Én már több éve mondom annak az útnak a felújítási szükségességét. Itt sajnos egy nagyon rövid szakasza jelent meg ebben a bizonyos előterjesztésben, és én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy hát ne valljunk szégyent a szomszédországhoz képest, most óvatosan fogalmazva, mert Romániában felújították már ezt az utat azóta, mióta a határátkelőhely megnyílt. Ezt is fel kellene újítani, lényegében teljes hosszában, szóval nehézebben már kiragadni olyan szakaszt, ami jó minőségű lenne, és erre mindenképpen szükség van. Itt ma fölmerült egy olyan új gondolat, ami nekem teljesen új volt, és ma hallottam először, hogy a jelenlegi kormány államtitkára azt mondta, hogy meg kell vizsgálni a vállai határátkelőhely teherforgalomra történő megnyitásának lehetőségét. Hát erre viszont nagyon egyértelműen az álláspont az enyém, de úgy látom a közgyűlés többségé is, hogy ez csak akkor szabad megtenni, hogyha az érintett települések elkerülő útszakaszai megépülnek. Ugye a 49-es legyen elég tanulsága mindannyiunknak az elmúlt 20 évből, ennek az útnak az M3-as autópálya és a vállai határátkelőhely közötti szakasznak akkor szabad teherforgalmat is lebonyolítania, ha és amennyiben az érintett 5 település, tehát Vállaj, Terem, Nyírvasvári, Nyírbátor és Nyírgyulaj települések elkerülő útját is megépítik, ugyanis ebben az esetben balesetmentesen levezethető egy bármilyen nagyságú forgalom növekedés is. Ugye gondolni kell arra, hogy nagy valószínűséggel egy éven belül Románia a Schengen tagországgá válik, még erőteljesebb forgalom fog ezen a szakaszon is bonyolódni, és szerintem csak akkor szabad engedni, hogyha ez balesetmentesen megvalósítható. A közgyűlés egyik legvitatottabb napirendi témája volt az orosz-ukrán háború. Az egyik előterjesztés ugyanis arról a kezdeményezésről szólt, mely szerint a vármegyei önkormányzat is kiáll az országgyűlés március végén hozott békepárti határozata mellett. Bár nem minden jelenlévő voksolt a határozat tervezetről, a képviselők többségi szavazással elfogadták azt. Komoly polémia alakult ki a előterjesztés kapcsán. A polémia nem a országgyűlési határozat javaslat támogatásáról szólt, hanem az ukrán háborúról, ukrán-orosz háborúról, az ezzel kapcsolatos megközelítésekről. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen komoly polémia alakul ki az ügyben, ha bár gondolhattuk volna, hiszen olyan kérdésről van szó, amely a minden családot súlyosan érint rezsi számlákban, hogy csak a legkézzelfekvőbbet említem, de hát naponta halljuk a híreket a szomszédos országból, ez mély aggodalom eltölt el mindenkit. Mindenki kifejezte a vágyát a béke mellett, az országgyűlési határozati javaslatot viszont nem mindenki tudta támogatni, ezt sajnálom, de többségi szavazással azt is elfogadta a vármegyei közgyűlés. A Dorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője azt mondta, mielőbb létre kell jönnie a felek közti békének, de feltételekkel. Hangsúlyozta, a szomszédos Ukrajnának garanciát kell vállalnia arra, hogy helyreállítja a kárpátaljai magyarság és más kisebbségek jogait. Bizottsági ülésen jóval bővebben beszéltünk erről, és én férfiasan bevallom, hogy módosító indítvánnyal is éltem, de nem láttam esélyét annak, hogy ezt a közgyűlésbe fogja fogadni. Így aztán most elmondom, hogy én mire gondolok. Részben beszámolomból is, vagy hozzászólásomban is elmondtam. Én azt gondolom, hogy egyfajta feltétel nélküli béke a tapasztalatunk szerint, mármint a magyar emberek tapasztalata szerint, az nem biztos, hogy egy igazságos béke. A béke nem attól szabad, hogy függjön, hogy kinek van nagyobb és erősebb fegyvere. A béke attól függ, hogy milyen igazsággal tud szolgálni minden résztvevő fél számára. Nagyon fontos megemlíteni, hogy mind a két félnek, a jelenleg háborúban álló felek közül, mind Oroszországnak, mind Ukrajnának bizony feltételeket kellene teljesíteni ahhoz, hogy egy nyugalmas és hosszú távon fenntartható béke szülessen. Ukrajna részéről nyilvánvaló, hogy az én személyes tapasztalataimra hivatkozva ismét, azt meg tudom állapítani, hogy nem bánik megfelelő módon Ukrajna a területét képező és az állampolgárait képező és ott élő nemzeti kisebbségekkel. Ukrajnát én merem úgy nevezni, hogy egy mozaik állam. Nagyon sok kisebbség él, magyar, ruszin, lengyel, orosz és sok mindenki más él egymás mellett. Ukrajna viszont és az ukrajnai törvényhozás most már évtizedes hagyományokkal meggyalázza és megalázza az területén élő kisebbségeket, tehát Ukrajnának vállalnia kell, hogy a kisebbségek jogainak helyreállításával és az emberi méltóság biztosításával megőrzi az államiságát és tiszteletben tartja minden ott élő kisebbség jogait és elvárásait. Veres János szerint nem volt szerencsés az, hogy a vármegyei önkormányzat napirendre tűzte az előterjesztést.
A Magyarországgyűlésben nem alakult ki konszenzus ezzel kapcsolatban, tehát ez egy lényegében egy párti vagy két párti határozatként került elfogadásra, ráadásul tele olyan fajta hivatkozásokkal, amelyek legalábbis vitathatóak. Ezért én azt mondtam, hogy ha már fogadunk el valamilyen javaslatot, akkor támogassuk meg az ENSZ közgyűlés háromnegyedes többséggel elfogadott és a magyar kormány, mint előterjesztőként is vállalt szövegű határozatát. Nyilván a többség ezt most itt nem akarta. A második dolog, hogy ilyen jellegű kérdésekben, amelyek nyílt politikai vitát eredményeznek, a megyei közgyűlésnek a szerepköre legalábbis kérdőjeles vagy vitatható, hiszen itt nem tudunk érdemi változást elérni azzal, hogyha ebben bármilyen álláspontot elfoglalunk és hozunk határozatot. Nem gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Berény megyei közgyűlés döntése bármilyen módon befolyásolja a háborúnak a végét. Ugyanakkor világosan látni kell azt, hogy a háború vége az csak is kizárólag akkor következhet be, hogyha az Amerikai Egyesült Államok ebben a kérdésben álláspontot változtat a mostanihoz képest. Amerikából könnyű ezt a háborút fenntartani, pár tízmilliárd dollár nem tétel az amerikai költségvetésben, amerikaiak nem halnak meg ebben a háborúban, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz, nem ilyen határozatokkal, de bármilyen más módon is azt az amerikai álláspontot, ami ebben a kérdésben kialakult, megváltoztatni, már pedig a változtatása nélkül ez egy nagyon hosszan elhúzódó, sok halálos áldozatot eredményező befagyott konfliktussá fog változni, ami senkinek sem jó, legkevésbé nekünk Magyarországnak itt Európában. Nagyon sokba fog ez nekünk még kerülni, nem anyagiakban, nem csak anyagiakban, hanem gazdasági növekedésben, nemzeti jövedelemben és sok minden másban is, hogyha ez a háború elhúzódik. Rettenetes rossznak látom mostani helyzetet ezzel kapcsolatban. És tulajdonképpen ez a mostani helyzet reménytelen is ebből a szempontból, mert nincs igazi erő, amely befolyásolná a döntéshozókat ebben a kérdésben. A keddi ülésen Sesták Oszkár bejelentette, az előző héten 23 millió forintos kormányzati rezsitámogatást kapott a vármegyei önkormányzat, amely jelentős segítséget nyújt a stabil gazdálkodásban és a vármegyeháza működtetésében. A közgyűlés a tervek szerint június 29-én tartja a következő rendes ülését. Jön a nyár, nagyon sokan locsolják ilyenkor kertjeiket, vagy töltik fel a kerti medencéket. Mire érdemes odafigyelni a következő hetekben, hónapokban? Vendégünk Hüse Péter, Hanyérségvíz ZRT vízellátási üzemvezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük talán a tavalyi szezon tapasztalataival, hiszen nagyon-nagyon forró nyarunk volt. Sok helyen lehetett vízellátási gondokról hallani, több országban küzdenek ezzel. Mi mire számíthatunk? Milyen nyárra számítanak a tavalyihoz képest? A tavalyi év egy rekord alacsony csapadékmennyiséget hozó nyár volt. Azon kívül, hogy a csapadékunk kevés volt, még az a szerencsétlenség is történt a tavalyi tél végén, hogy a Kárpátokban is alig volt havazás. Ezért az elmúlt 30 év legnagyobb asszáját sikerült átvészelnünk. Az említett európai országokhoz hasonló vízkorlátozás, vízhiány nálunk nem lépett fel. Ez annak a sajátossága, hogy a társaságunk az 91 településen szolgáltat ivóvizet. Ezt mindet mélyfúrások, utak, rétegvizek nyeréséből oldjuk meg. Ezek a rétegvizek megfelelő mennyiségű vizet tudnak számunkra biztosítani. Ezek megfelelő tisztítást követően kerülnek az elosztóhálózatba, amit a felhasználók számára tudunk bocsátani. Hátradőlhetünk tehát, de azért annyira mégsem, én azt gondolom, nem árt, hogyha már készülünk arra, hogy lehet, hogy 10 év múlva azért jobban kell takarékoskodnunk nagyon a vízfogyasztásban. Igen, nagyon fontos a környezettudatosság és ezzel együtt az energiahatékonyságnak a kérdése is. Ezt mi közműszolgáltató, ezt a két témát szorosan kapcsoljuk össze. Mi azt szoktuk mondani, hogy és volt egy korábbi szlogenje a víziközmű ágazatnak, a bármikor megengedheted magadnak, ez így is van, de ahhoz, hogy ez így maradjon, ezért a szükségesség elvét szeretjük hangsúlyozni. Tehát bármikor megengedhetjük magunkat, de annyira, amennyire szükségünk van. A pazarlást mindenféleképpen felejtsük el. Erre szerencsére a médiában nagyon sok felületet kapunk arra, és nem csak mi, hanem a társszolgáltatók, a hatóságok, hogy megfelelő fórumokat nyissanak erre, megfelelő üzeneteket tudjunk küldeni, hogy tényleg csak abban a mennyiségben merüljön fel a vízfogyasztás, amennyire szükségünk van. Gondoljunk csak bele, hogy ma már a modern konyhaeszközök, háztartási eszközök is mind-mind a víztakarékosságot helyezik a hangsúlyt, és ennek mi nagyon örülünk. Ezt látjuk is az értékesítési adatainkban, hogy kezdenek a felhasználók nagyon-nagyon tudatosan vízfelhasználást vételezni. Milyen ötletek
ötleteket tudnak nyújtani a fogyasztóknak a víztakarékosság szempontjából. Rengeteg ötletünk van a felhasználói számára, a folyóvíz melletti fogmosások, mosakodásoknak az elhagyása, zuhanyzás közben a víz áramlásának a megszakítása, inkább a zuhanyzást válasszuk a fürdés helyett. A modern mosogatógépek nagyon víztakarékosak, és a kézi mosogatással ellentétben kb. Fele, harmad annyi vízfelhasználást tudunk elérni, de itt gondoltunk egyébként korábban a keverőtárcsás kontra automata, modern automata mosógépeknek a kérdésére, sokkal kevesebb vízfelhasználásra sikerül ugyanazt az eredményt elérni. Ezeket szoktuk a felhasználók számára üzenni. És akkor ott van az öntözés kérdése. Az öntözés kérdése minden esetben meggondoltan a hajnali órákba szeretjük, ugyanis a öntözés az a sajátossága, hogy ha ezt napközben nagy melegbe végezzük, a kilocsóvat kiöntözött víznek a nagy mennyiség az elpárolog azonnal, nem pedig a földbe kerül. Azt tudnak javasolni, hogy a hajnali órákban használják ezt az öntözést. Az öntözéssel kapcsolatban ki kell még emelnem azt a lehetőséget, amelyet társaságunkat kereshetik a felhasználók, ez pedig az úgynevezett locsolási mérőnek az igénylése. Ez lehetőséget ad arra, hogy utána a mérő után szennyvíz díj nem kerül fel számolásra, kizárólag az elhasznált víznek a mennyisége utáni vízdíjat kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy két vízmérője lesz annak, aki öntözésre is használja. Pontosan. A vezetékes. Van egy főmérője, ami az ingatlan összvízfelhasználását méri, és van egy locsolási mérő, ami kizárólag a locsolást méri. Ez a víz, ez csak erre a locsolásra használható fel. De szeretjük alkalmazni, szeretjük a felhasználói tudatára adni, mert ez a részükre is egy kedvezőbb finanszírozást jelent, illetve ezzel megpróbáljuk azt elérni, egy kicsit a környezettudatosság felé elmenni, hogy igénybe vegyék azt a vízmennyiséget, amit mi megtisztítunk, ami a részünkről szolgáltatásra kerül. Mi magyarok azért eléggé kreatívak vagyunk, és ötletgazdagok. Jellemzőek-e a trükközések a vízfogyasztás kapcsán? Azt kell mondanom, hogy szerencsére most már egyre ritkábban, természetesen előfordul, de most már a számosságuk csökken. Köszönhető mindez annak, mert egy kampányt indítottunk 2-3 évvel ezelőtt, amikor a szabálytalan vízvételezéseknek a számát olyan mértékben ítéltük meg, amit már szerettünk volna visszaszorítani. A legidálisabb az lenne, hogyha ez nulla lenne. A szabálytalan közművételezésnek tekintjük azt, hogyha valaki nem bejelentetten és nem szabályos módon vételez vizet. Ezért bevezettünk egy olyan eljárást, egy olyan rendet, amelynek értelmében, hogyha valaki olyan igényel jelentkezik hozzánk, hogy a vegetáció korai időszakában, de akár késő időszakában is öntözésre szeretne igénybe venni ivóvizet, építkezéskori építésvizeknek a felhasználására, olyan egyedi mérőhelyeket alakítunk ki, jellemzően tűzcsapokon láthatnak ilyet, tűzcsapokon nagyméretű órákat, de említettem itt például a cirkusz időszakos megjelenése a bújtosi tó mellett, ott is időszakosan adunk nekik vizet. Ez egy szabályos körülmények között vételezett víz, nem történik gyakorlatilag törvényszegés, nem történik semmilyen szabálytalanság, és ennek a kifizetését követően mind a felhasználó, mind pedig a közműszolgáltató nyugodt. Nem pusztán gazdasági hatásai vannak a szabálytalan közművételezésnek, ha ezt nem megfelelő módon, nem kellő körültekintéssel akarja valaki elvégezni, abból nagyon komoly károkat is okozhat, hogy egy tömítetlenség miatti elöntés, egy útbeszakadás bármi megtörtént, hogyha ez nem megfelelően van elvégezve. Ezért is kérjük, és amennyiben lehetséges, ezt üzenjük is a felhasználóinak, hogy ezt vegyék igénybe, ezt a szolgáltatásunkat. És szerencsére egyre többen veszik igénybe. Akár mondjuk csökkenést is tapasztalhat. Volt arra példa, amikor nem tudtuk az okát, hogy bizonyos település részeken miért nem tudunk szolgáltatni ivóvizet, mikor kiderült, hogy egy nem megfelelően vételezett vízvételezési pontot találtunk, ami nyitott állapotban történt egy tömítetlenség miatti szerelvény leszakadás, és gyakorlatilag elöntöttünk egy elég komoly területet is. Tehát kárt is okoztunk, a felhasználóink se tudták igénybe venni a szolgáltatást, ez nagyon komoly költséges eljárás volt. Nem beszélve ennek a végkimeneteléről, ami a szabálysértési eljárás keretén belül elmarasztalás történt az ezt végrehajtó személyen. Ha már itt műszaki dolgok is szóba kerülnek, milyen állapotban vannak a nyírségvíznek a vezetékei? Azért néhány városban lehet látni, hogy beszakad az út, tényleg akár egy komplett autó eltűnik az útburkolat alatt. Itt Nyíregyházán mi az, amire készülhetünk? Bízom benne, hogy ez nem fog megtörténni. Üzemeltetőként azt mondom, hogy ez egy minden este úgy fekszünk találni, hogy ez ne forduljon elő, és ne erre ébredjünk fel reggel. Ettől függetlenül 50-60 évesek az elosztó hálózatainak a nagy része. Azok a, főleg a belvárosi területeken, azokon a településeken, ahol nagyon korán történt meg a közművesítés, ott nem értünk még el arra a pontra, hogy gyakorlatilag a komplett teljes pótlás felújítás megtörténjen ezeken a hálózatokon. Egyébként az országban a Magyar Víziközmű Szövetség, ami az ágazatnak az
az érdekképviseletét, illetve a szakmai szövetségét jelenti, minden évben adatbekérés adatszolgáltatások keretén belül állapítja meg, hogy gyakorlatilag egy olyan 5-8-10%-os az a szint, amivel, ahol most jelenleg tartunk, a megújuló elosztóhálózatok arányában. Karbantartásokat folyamatosan végzünk ennek keretében, mérőcsoportjaink folyamatosan loggerezik az elosztóhálózatokat, ez azt jelenti, hogy bizonyos audiós eszközökkel próbáljuk feltárni azokat a csőtöréseket, amik még nem adták fel munkat, tehát még nem látszanak az utcán, de megpróbáljuk beazonosítani őket, hogy hol lehetnek, és ezekre megpróbálom műszaki intézkedéseket tenni. Szerelvényeinket rendszeresen ellenőrizzük, az elosztóhálózatokon ivóvízházatöblítéseket végzünk, valamint az üzemelési paraméterekből következtetünk arra, hogy esetleg valahol valamilyen csőtörésre vagy valamilyen műszaki problémára utaló jelek vannak. Azt kell mondanom, hogy összességében az elosztóhálózatainkat megfelelő karbantartás mellett úgy érezzük, hogy jól üzemeltetjük, és jó kezekben is vannak. Bízunk benne, hogy hosszú távon is fenn fogjuk tudni tartani. A fejlesztéseket hogyan tervezik, mikorra ütemeznek komolyabb fejlesztéseket? Törvényi kötelezettségünk egy úgynevezett gördülőfejlesztési terv keretén belül 15 évre meghatározni azokat a fejlesztéseket, pótlásokat, amelyeket elkívánunk végezni. Erre az üzemeltető javaslatot tesz, és a tulajdonos, jelen esetben az önkormányzat pedig jóvá hagyja ezt a javaslatot, módosítást kér, természetesen egy közös munkának az eredménye ez minden évben, amit görgetünk magunk előtt, ez azért gördülőfejlesztési terv. Minden esetben azokat a csomópontokat, azokat a szerelvényeket vesszük prioritásként előre, magasabbra, melyeknek az állapotát a karbantartáskor úgy ítéljük meg, hogy már karbantartás keretében belül nem tudjuk az eredeti állapotára visszaállítani, és ilyenkor ez pótlásfelújításba kerül végrehajtásra. Nagyon nehéz évet tudunk magunk mögött, és nagyon nehéz évet taposunk most is, de mégis úgy érezzük, hogy ezeket a pótlásfelújítási feladatokat is még erre szűkülő forrásból, de meg tudjuk oldani, amit mi műszakilag eddig szükségesnek ítéltünk. És üzembiztosnak ítéli meg. Természetesen a legfontosabb a szolgáltatás állandóságának a fenntartása, és ez nincsen még veszélyben. Hüse Péter, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Örülök, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.